Danville, Virginia. Van jó és rossz hírem. Halljuk előbb a rossz hírt. Az EEG szerint a tétahullámok még mindig magasak. És mi a jó? Másrészt negatív. Nincs tumor, se szöveti elváltozás, megjött a labor eredmény. Nincs genetikai mutáció sem, akár Lucasnál és Cavenónál. És az agyhullámok? Nem tudom, mire véljem. A tétahullámok akkor gyorsabbak, amikor pihenünk vagy alszunk. A béta hullámok akkor dominánsak, mikor ébren vagyunk, de ki tudja, hogy az idegen hangjel mit okozott. Vannak még rémálmai? Nincsenek. Szerencsére maguk hárman csak egy videókazettát láttak néhány másodpercig. A legénység közvetlen hatásnak volt kitéve hosszabb ideig, de az ő DNS-ük egészen megváltozott. Van változás Gunnisonnál? Van. Vagyis még mindig kómás állapotban van. Agykárosodása van, de attól eltekintve azok a golyóütötte sebek begyógyultak. Mi? Viccel? Dehogy. Valójában Gunnison elcserélte a genetikai szerkezetét a regeneráció képességére. Vagyis a legénység hat tagja Supermanként rohangászik. Nem nevezném Supermannek, csak nem fognak annyi TB járulékot fizetni, mint maga meg én. Nem találták meg őket? Figyeljük a házaikat. Mennem kell. Ezt még folytatjuk. Ügynökeink feladata, hogy lehallgassák a legénység tagjainak otthona közelében az összes segélyhívást. Bejött valami? Lehetséges. Thomas Sanford házától nem messze, Gladstone-ban az ügynökök különös segélyhívást regisztráltak egy gyors étteremből. A szomszédvárosból. Ez a biztonsági kazetta? Igen. Amit eszed, ahhoz képest az LSD bébi bogyó. Tudjuk, hogy hol van? Egy raktárban találták meg szétrobbant fejjel. Aki a segélyvonalat hívta, azt mondta, el volt torzulva az arca. Milyen módon? Azt nem mondta. De nézze lassítva. A fraktáséma. Az idegenek hívókártyája. Megtaláltuk a legénység újabb tagját. A küszöb. Egy amerikai hajót megtámadott egy idegen eredetű jel. A legénységet holtan találták, hatan eltűntek, egy fő elmenekült. Feltételeztük, hogy ezek az emberek is meghaltak. Gyermekek vére. De egyikük felbukkant magánál. Zavart volt és feldúlt. Meg akarta ölni magát. Ha csak azért jött volna, biztosan halott lennék. Honnan a csodából tudta, hogy hol keresse magát? Még nem fejtettem meg. És a többiek? Mit akarnak? Már csak hat embertől tudhatjuk meg. Ha ez a férfi Virginiában Sanford matróz, akkor még öt fertőzöttet kell megtalálni. Mindenképp tovább kell lépni a megfigyelésről az aktív keresésre. Nem várhatunk, amíg az izomagyak maguktól bukkannak fel. A küszöb terv kezeli ezt a helyzetet? Igen. Országos médiafigyelő, segélykérő és frekvencia lehallgató hálózatot állítottunk fel. JT.
Kocsiban még olvasni sem tudok, nemhogy aludni. Elhagytam magam. Már 5 napja, hogy a hajón jártunk. És maga azóta egyetlen éjszakát se aludt végig. Arra még ráérek. Jól vagyok, semmi gond. Az emberiség sorsa múlhat magán is a tervén. Én, mint az orvosa, elrendelem, hogy aludjék többet. Rendben. Megint álmot látott? Igen. Nem üvegfákat. A központban eltévedtem. És egy fiú követett. Egy gyerek követte a központban. Lehetséges, hogy a magyarázat a biológiai órájában rejlik. Eredeti válasz. Látta valaki a holttestet? Nem. A mieink vették a hívást. Tábornagyi igazolást mutattak fel, és azt mondták, szökevény, a helyi zsaruk kimaradtak. Tábornagyi? Azt hittem, az FBI a fedőszerv. A hulla hátul van. Mi van a sérültekkel? Egy törött orr és törött borda, a kölyöknek pedig kulcson törése van. Az a pultos lány volt szolgálatban, csak a főzsarúval akar beszélni. Fehér férfi holteste. Körülbelül 90 kiló. Artériás vérpermet a falon. Nagyjából 2 láb hosszan a tükör aljától a feliratig. Totó a fűbe harap. A test görnyed. Félig az oldalán. Az arc eltorzult. Mire Kyle azt mondta? Hé, erre az felmordult. Akkor odavágta Kyle-t a pult tetejére. Pár centire tőlem. Mondott valamit a támadó? Nem hallottam. Igaz, hogy valami drogos volt? Mindenki azt mondja, hogy be volt lőve. Nem tudjuk. Ő volt az? Nem. Jerry öregebb, mint ez itt. Jerry? Jerry Dalton. Hey, fickó. Minden pénteken itt volt, mindig normális volt. És egyszer csak bekattant. Bum! Nem tudja, matróz volt? Nem, inkább takarító. Hol? A katonai akadémián, feljebb az utcában. Nem a Bighorn matróza volt? Nem. Helyi ember. Kiálló csontok, eltorzult ábrázat. Ilyen mutációkat csak egyszer láttam. A halottakon a hajón. Mennyi időt vesz igénybe a testboncolása? Órák alatt kész, ha visszavisz a laborba. Szerzek helikoptert. Molly, várjon egy kicsit! Ha ez az ember sosem szolgált a Bighornon, akkor hogy történt ez? A genetikai mutáció egyetlen ismert kiváltó oka az idegen hangjel. Tehát vagy megint feltűnt, vagy van más fertőzött a Bighornról, akiről nem tudunk. Megyünk az akadémiára. És mi mit csináljunk? Aznap éjjel a repülés irányítók és a parti őrség egyaránt azt mondta, hogy más ember nem volt a Bighorn közelében. Ellenőrizze, hogy igaz. Ellenőrizzük. A fedő neve Molly Caffrey tábornagy. Köszönöm. Körül kell vennünk a kampuszt. Vért kell venni mindenkitől. Rendben. Jerry Dalton már akkor gondok volt, mielőtt én dékán lettem. Sokat dolgozott minden baj nélkül. Le kell zárnunk a kampuszt, hogy kikérdezzük a diákokat. Nem lesz nehéz, sokan eltávoztak. Talán 28 kadét és 4 oktató van a kampuszon. Vérmintát is kell vennünk mindenkitől. Minden szülő aláírta, hogy hozzájárul a drogteszthez és a vérvizsgálathoz kell. Helyes. Kadétjaink rendkívül fegyelmezettek. Nagyon megrázó volna, ha kiderülne, hogy bármelyikük megszegte a törvényt. Remélem, hogy semmi ilyesmi nem fog kiderülni. Szedjék össze magukat! Jacklow, Arroyo, hozzám! Igen, uram! A fegyelem mindenek előtt! Fox dékán szerint maga osztagvezető. Történt valami szokatlan az osztagában? Szokatlan? Rossz magatartás, verekedés. Nem, hölgyem, a verekedés ára 20 mérföld futás. A maga korában a fiúk a játékteremben szórakoznak. Itt tökéletes a kiképzés, Caffrey tábornagy. Harci feladatra? Harcolunk a terroristákkal és őrizzük a demokráciát. Magas cél egy fiatal embernek. Hölgyem, apám azt mondta, hogy nincs elég magas cél. Az enyém is hasonlóan beszélt. Ha Caffrey tábornagy feltette a kérdéseket, a betegszobára mennek vérvizsgálatra. Igen, is Jacklow osztagvezető! Tehát, mikor láttad utoljára Mr. Daltont? A hálóteremben dolgozott, hölgyem. És milyennek láttad? Szorgalmasnak, mint mindig. Történt mostanában valami szokatlan? Nem tudok róla, hölgyem. Molly? Egy pillanat, Josh.
Talált valamit Daltonnál? Sör, szerszám és pornó. A kétkezi melós szobra volt az emberünk. Keressenek mágneses jeleket. Ha feltűnt az idegen tárgy, torony magas lesz a szignál kijelző. Rendben. A parti őrség jelentése egybevág a baltimóri kikötő adataival. Nem volt más hajó a Bighorn 10 mérföldes körzetében, amikor az idegen jelnek volt kitéve. Képzelem, milyen hatással lehetett a tengeri lényekre. Nos, semmi gond. Nem Flipper kergült meg a mexikói kajázóban. Igaz. De egy mutáns tonhal a tányérunkon is végezheti, nem? Ez igaz, Lukasz, de előbb a fertőzött embereket kell megtalálnunk. Akkor szükség lesz a szövetségi légügyi hivatal adataira. Van egy kópia a biztonsági radarképről a Marylandi központból. Remélem, nem Maiden típus. Nem értem, mire céloz. A Maiden radar elavult, sokszor van áramszünet. Szabad lesz? Áj, remek. Ők a legújabb radart használják. Megbízható és egyértelmű. Tudja... Azt hittem, tegnap egyetértettünk abban, hogy a bennem lakó matematikai géniusz dekódolta a fraktált. Éppen ezért most zavarba ejt, hogy Kefri miért adott olyan feladatot, amely alapvetően papírmunka. Ha hiszi, ha nem. A közlekedés biztonsági papírok vizsgálata számomra is új, Dr. Ramsey. Jaj, ne. Hatan vagyunk a Vörös Egységben, akik tisztában vagyunk a fenyegetéssel. Az ügynökeinknek és a beosztottainknak titoktartási kötelezettségük van, de csak annyi információt kapnak, amennyi kell, hogy dolgozni tudjanak. Egyik se fogja hallani a szót, hogy földön kívüli, tehát ha tartjuk magunkat a küszöbb tervhez, annak érdekében, hogy megelőzzük a tömeges pánikot, akkor ki kell szélesítenünk a munkaköri leírásunkat. Oké, csak kérdeztem. Mi az? Ellentmondás van. Az Emery Sky 23-as járata letért a folyosóról egy légbuborék miatt. Egy mérföldre a Bighorntól. 10 óra 20 perckor. Amikor feltűnt az idegen tárgy. Ez lehet a láncem a Virginiában talált halotthoz. A gépen utazók valamennyien megfertőződhettek. Remélem, hogy a kadétjaink tiszták. Hamar kiderül. Már is beküldjük a mintát a laborba. Kikérdeztem a kadétokat, de az egyikük nem jött vérmintát adni. Ki? Jordan Peters, zászlós, 8-os. 10 perce volt takarodó. Megyek a hálóterembe. Magam hozom ide. Ha nem találja a parancsnok, azonnal szóljon. Megtalálom. Peters maga az? Miért nincs a hálóteremben? Kadét! A könyvtár zárva van. Peters kadét! Nem hallotta? Keljen fel a kompjútertől, álljon vigyázva! Mondja meg, miért hágta át a rendszabályt! Itt szövetségi vizsgálat folyik, fiam! Az egyik emberünk lármát hallott, és ezt találta. Nem szokták bezárni a könyvtárat? Zárva volt. Valaki benyomta az ajtót. Fox parancsnok egy kadétot keresett, aki nem jött vérvételre, Jordan Peterst. Fox nem vette fel a telefonját. Nem találtunk senkit a közelben. Álmomban láttam ezt a maszkot. Magának nem jelent meg? Nem. Azóta nem álmodom. A maszkon kívül volt valami? Mutatni akart nekem valamit. Nem tudom, hogy mit. Tudjuk, hogy hol kezdődött a küzdelem? A székek állásából... és a vércseppek irányából ezt az asztalt jelölném meg. Még mindig meleg. Megnézem, mi futott rajta legutóbb. Keresse meg Foxot és Peterst. Jó, szóljon, ha talált valamit. Ez lesz a mottónk. Mikor látta legutóbb a szobatársát? A kantinban láttam utoljára Peterst, uram. Azt hittem, hogy eltávozott a hétvégére. Mondott valamit az ebédnél? Csak azt, hogy a kompjúter terembe megy. Minek? Nem mondta, uram. Mindkettőjüknek van kompjúterük. Igen, uram. De a kadétok csak ott jutnak hozzá a nethez. Uram? Igen, Arroyo. Jordan Peters a barátom. De kötelességem elmondani önnek, hogy furcsán viselkedett, mióta a tábornagy idejött, uram. Hogyan? Nem is tudom, uram. De... nem volt önmaga. Ez a 23-as járat adatrögzítője. Visszatartottuk a gépet. Összevetettük az utaslistát a kadétiskola hallgatói listájával, de nincs átfedés. Miért hívják fekete doboznak a narancssárga?
Talán már csak akkor nézik meg, hogyha fekete a koromtól. Legyünk óvatosak. Lehetséges, hogy ez a doboz rögzítette az idegen jelet. Átküldöm az adatokat egy szűrőprogramon, amely kiszűri a spéci frekvenciákat. Az meddig tart? Néhány óra. Jó, visszajövök. Most beszélek a pilótával. Engem nem von bele? Miért reklamál Ramsey? Ez nem megalázó a matematikai zseniének? Dehogy is nem, de nyelvész is vagyok. Miért akar nélkülem kihallgatást tartani? Oké. Jöjjön. Meglehetősen rutinszerű út volt. Egy csekély kitérőt kellett tennünk egy légbuborék miatt, ami okozott egy kis késést. Találkozott légörvénnyel a kitérés alatt? Hogy mondta? Turbulencia. Igen, volt egy csekély göröngy. A legtöbb úton akadt valami apró kellemetlenség. Bár csak többet segíthetnék. Fogalmam sincs, hogy mit keresnek. Talán olyasmit, amit észre se vett. Majd belenézünk a fekete dobozba. Kérem? A repülési adatrögzítőbe. Sose hallottam, hogy megnéznék egy eseménytelen út után. Esetleg a nemzetbiztonságról van szó? Úgy van, kapitány. Dél-Ohio melyik részén született? Lovelandben. A Cincinnati elővárosa. Honnan tudja? Nyelvész vagyok. Jól csinálja. Majdnem 30 éve nem lakom Ohio-ban. Egy szóra. Elnézést. Tutira titkol valamit. Honnan tudja? Következetlen nyelv használat. Semmi következetlenséget nem fedeztem fel. Nem abban, amit mondott, hanem ahogy mondta. Kezdetben, ha azt akarta, hogy ismételje meg, amit mondott, azt kérdezte, hogy mondta? De miután megemlítette a fekete dobozt, azt mondta, kérem? Na is. Ezt a kérdést egy állítás tisztázására Ohio vagy Kentucky déli részén használják. Az emberek akkor vesznek elő tájnyelvi kifejezést, ha mérgesek, fáradtak vagy idegesek. Mancini kapitány nem tűnik se mérgesnek, se fáradtnak. Itt tartjuk őt, amíg Lukasz szóra bírja azt a fekete dobozt. Az utolsó parancs a /364 volt. Végeztem. Siessen. Kefri tábornagy? Brian? Bocsánat a zavarásért, de azt mondta, szóljak, ha szokatlant tapasztalok. Jöjjön be. Az osztagom egyik embere eltűnt lámpaoltásra. Jordan Peters az? Igen, Peters zászlós. És Fox parancsnokot se találom. Mindkettőjüket keressük. Térjen vissza nyugodtan a hálóterembe. Még valami, asszonyom. Mi az? Hülyén hangozhat. Ma jártam a könyvtárban, és egy csomó könyv furcsa módon hevert a földön. Mutassa. Igen, hölgyem. Senki ne nyúljon a géphez. Hol vannak a könyvek? Arra felé, Kefri tábornagy. Peters. Mi történt, asszonyom? Hallgasson!
és maradjon ott. Igen, maradok. Tegye pontosan azt, amit mondok. Tekerje fel. Gyorsabban. Gyújtsa meg a térképet. Tessék! Azonnal! Mit csinál Jenklo azzal a komputerrel? Nem tudom, hogy miről beszél. Segített neki megtámadni fogsz parancsnokot? Nem támadtam meg senkit. Esküszöm. Molly, jól van? Jól vagyok. Vegyen tőle vért. Nem használta a fegyvert. Esélyem se volt. 6 golyóm volt, és 1 tucat támadom. Akik gyerekek. Kis kölykök még. És talán mind fertőzöttek. A kampuszt őrzik rendesen. Nem tudnak elszökni. Menjünk a gyengélkedőbe, és hallgassuk meg Peterst. Molly, várjon. Baylock hívott. Egy gép a Bighorn közelében repült el. Értem. Kezeljük a kríziseket egyenként. Nem tudom, hogy Jenko és a többiek mit csináltak. Esküszöm, asszonyom. Miért nem jött vértesztre? Nem akartam, hogy kirúgjanak a portalanító miatt. Mi miatt? Mert portalanítót lélegeztem be. Nem félt, hogy meghal a hajtógáztól, de félt tőle, hogy rajta kapják. Tudom, hogy hülyén hangzik, hölgyem. Néhányan beszipózzák a kompjúterpucolót. Azt mondják, nem lehet rájönni. Mert vizeletből nem mutatható ki, de vérvizsgálattal igen? Igen, uram. Miért volt a térképteremben? Tudtam, hogy lebukom a vérteszt miatt, de azt gondoltam, hogy elbújok, és másnap elszököm a kampuszról, és azt mondom majd, hogy elfelejtettem eltávot kérni. Letartóztatnak? Nem hiszem, hogy Peters fertőzött. Egyetértek, de őrizetben tartom a saját érdekében. Tudna ilyen iskolába járni? Nem hinném. És a kadétok, akik üldöztek? Nincs nyomuk. Nem hiszem, hogy elhagyták a könyvtár épületet. Kefri. Rendben. Köszönöm. Kinyomoztattam, hogy mit jelentett a parancs, amit Jenklo kiadott a gépnek. És? Megpróbálta átírni a rendszer tűzfalát, hogy e-mailt küldhessen a tömegeknek. Mit akart elküldeni? Nem tudom, nem töltötte rá a gépre. Van váltóruhája? Igen, a kocsiban. Mindig van nálam, ha 20 percnél tovább tart az út. Szerencse, hogy nem 19 perces út volt. Az iróniája hatásosabb lenne, ha nem vigyorogna. Megkezdem a kitérőt. A gyorsulás, a pozíciójelző, a sebességmérő és az üzemanyagjelző egész normális volt az első 3 órában. És 10 óra 23 perckor... Mi a fészkes fene ez? 4,2 másodpercig ezt látták. Igaza volt, Ramsey. A pilóta hazudott. Már azt hitte, megfeledkeztek rólam! Hé! Mit képzelnek? Mit csinálnak? Ne! Nem vettek vért az engedélyem nélkül! Ezt ellenzi a szakszervezet! Nem érdekel a szakszervezet! Hazudott nekünk! Ide hallgasson! Nem én vagyok az emberük! Vegyék célba! Ha csak megmozdul, lőjenek! Igen, uram! Oké! Mi történt a járaton? Csak egy átmeneti elektromos hiba, néhány másodpercig gyakran előfordul ezeken a régi gépeken. Ne! Ah! Nézzék, akármi lehetett. Rossz kapcsolódás, korrodált vezeték, vagy kontakthiba. Azt mondja, hogy semmi rendkívülit nem talált ebben a jelenségben? Megjelent egy alakzat, furcsa volt, mintha egy 3-karú tengeri csillag lett volna. Hanghatást nem hallott? Fejhallgató volt rajtunk. Mondják meg Fenwaynek, hogy vizsgálja meg, de azonnal! Igen, uram, megmondom. Miért hazudott nekünk?
A másodpilótával ittunk két rövidet felszállás előtt. Nem akarta jelenteni, hogy ne hívja fel magára a figyelmet. Félt a vizsgálattól. A karbantartók megtalálják az ilyen hibát átvizsgáláskor. Nem vagyok terrorista! Maga kockára tette az összes utas életét. Mi a különbség? 3 éven van a nyugdíjazásig. Eljátszotta. A pilóta vérében találtak alkoholt, de nincs genetikai mutáció. Zsákutcában vagyunk. Dehogy vagyunk. Mi az ábra? Kutakodni kezdtem a 23-as járat utasainak életében a TB számuk alapján. Tobzódom a rejtett infókban. Akár vissza is élhetnék velük, de... Ezt inkább beszéld meg egy polgárjogi aktivistával egy tofu mellett. Jól van, nagyfiú. Szerintem te is annyira értékeled a jogaidat, mint én. És te is annyira ragaszkodsz az élethez, mint én. És ha így van, akkor egy kis banktitoksértés megéri, ha lebuknak az idegenek. Jó, talán. Csak azt mondom, tartsuk féken magunkat. Vagy olyanokká válunk, akiktől mindig is féltünk. Elfogadom. Mi az ábra? Volt egy fiú a gépen. A listán Joshua Haber. Haber az anyja neve. De Joshua igazi neve Foster. És? Joshua Foster 6-os a Weymouth Katonai Akadémián. Szóljunk Jeffreynek. Ja. Biztos, hogy Joshua nem volt az üldöző bolyban? Igen, emlékszem rá a meghallgatásról. Wow! Szeretném, ha megnéznél valamit. Láttad már ezt? Ez egy spyver. Spyver? Akkor ugrott elő, amikor CD-t írtam a barátomnak. Mikor? Mikor visszatértem a mamámtól, a repülőn. Mikor ez előjött, a laptop lefagyott. Volt hangja a Spyvernek? Csak később lett, itt a szobában. Olyan volt, mint... Mint a fenő acél? Igen, hölgyem, pontosan. És aztán mi történt? Volt a gépen néhány dolgozatom, és megpróbáltam újraindítani. A barátaim is segítettek, de mindig előjött ez a... Spyver. És szóltam Jenklo előjárónak. Itt volt Mr. Dalton? Jenklo szólt neki, mert jó a komputerekben. Mr. Dalton beütött néhány parancsot, majd elindult az a hang. Meddig szólt? Pár percig. Aztán Mr. Dalton elment. A többiek, a barátaid, jól vannak? Igen, uram. Hol van a laptopod, Josh? Jenklo elvitte. A hang akkor szólalt meg, amikor Jenklo felt. Nem számít. A kampusz tele van telefondugóval, és egy fertőzött e-mailen akarta szétküldeni a jelet a félvilágnak. Biztosítjuk az épületet. Nem, nincs rá idő. Ki kell kapcsolni az áramot. Szedjék össze a drótokat. Pusztítsák el a telefondugókat. Égessék el, ha kell. Álljanak készenlétben. Összeszedték a komputereket? Mindet, kivéve Josh Fosterét. De van egy másik probléma. Betörtek a fegyvertárba. Használták a telefont? Már kikapcsolták, fegyvereket és töltényt vittek el. Azt mondták, mindenütt őrök vannak. Úgy van. Két ember vigyázott rá, mégis bejutottak. Mintha a kölykök szellemek volnának. Duplázzák meg az őrök számát. Megtörtént, wifi sugárzót telepítünk. El kell vágnunk a telefonvezetéket, de 6 méter mélyen van a földben. Nem várhatunk. Ha az a hangjel a netre kerül, 24 órán belül elérheti a felhasználók 33%-át. Honnan vette az adatot? Paris Hilton szexkazettája volt az etalon. Doktor? Megvan az első tripla spirál génmutációs eset. Egy kadét, Brian Jenklo. Nincs más a kampuszon? Eddig nincs. Mi van Mr. Daltonnal? Amit vártuk, ő is pozitív volt. Még halálában is mutálódnak a sejtjei. Mást is feljegyzett a boncolásnál? Igen. Rekordidő alatt megcsináltam. Köszönöm. Még valami? Van egy ellentmondás. Azt mondta, Dalton évek óta a kampuszon élt és dolgozott. De a tüdeje komoly azbest károsodást szenvedett. Azbest? Azt régóta nem használják már sehol sem. Tudom. Szilícium dioxid is volt a tüdejében, ami a cement fő összetevője. Tudom, hogy tűnnek el a kölykök. Sok intézménynek vannak föld alatti közmű alagútjai. Dalton karbantartó volt, sok időt tölthetett bennük. Ezért nem találták a fiúk a kadétokat. A bejáratok többnyire rejtettek. Azért, hogy a kölykök ne találják meg őket. Álmodott még valamit? Nem. Csak a maszkos fiút.
Mutatni akart valamit az ajtó mögött. És felébredtem. Vajon Lukasznak és nekem miért nem jelent meg? Ki tudja. Talán rám mélyebben hatott a hangjel. Nem hinném. Ugyanannyi ideig láttuk a kazettát, és az üvegerdőt ugyanúgy álmodtuk meg. Igen, de a DNS-ünk másmilyen. És én nő vagyok. Micsoda? És tudjuk, hogy a génmutáció egyéni. Ezek ismerik a katonai stratégia első szabályát. Hatolj be a másik fejébe. Szó szerint. Vagyis, mi van, ha nem ők férkőztek be az álmainkba, hanem mi hívtuk be őket? Miért tettük volna? Tudat alatt. Hiszen, ha valóban az álmainkban dolgozzuk fel a mindennapi élet aggodalmait, akkor... Az idegenek biztos beletenyerelnének. Igen. Lehet, hogy a megváltozott agyhullámok az álommal kombinálva számukra jeladók. Csomagoljam a fejem éjjelre alufóliába? Azt hittem már megtette. Megtalálta? Igen. Egész alagútrendszer. Azt hiszem, ez az. Mint patkányok a lyukban. Az alagutak behálózzák az egész kampuszt. Meg kell találnunk Jenklót, mielőtt talál egy telefondugót. Ha itt van, meg lesz. Használjuk a térképet. Hé! Hey. Van elég tűzereje, hogy megállítsa? Egy elefántnak is elég lenne. Három csoportra oszlunk. Kinyomták a szemét. Molly, megtaláltuk Foxot. Jenkló akkor végezhetett vele, amikor Fox rajta kapta a könyvtárban. Hé, hey, van áram. Mi történt? Kavanaugh! Mi történt? Nálunk is, Dent, jól vannak? Igen, uram. Miért van áram? Nem tudjuk. Itt vagyunk közvetlenül a kampusz bejáratánál. Senki nem nyújt hozzá. Működik a generátor. Állítsák le! Merre van? Menjenek kissé északra. Pár lépéssel a hűtőkamra után van. Kadétok, pozícióba! Kiszúrtuk Jenklót! Fegyver van nála! A kijárat felé menekül. Van nála egy komputer. Mi a pozíciója? Észak felé igyekszik. A könyvtárhoz, uram! A közelben van. Megállítjuk. Nem, Molly, maradjon ott! Áram nélkül semmire sem megy. Keressék meg a generátort. Ez a parancs. Értettem. Gyerünk északra, fiúk! Igen, uram! Molly, megvan a generátor. Jenklo még ide bent van, de talán már nem sokáig, csak kapcsolják ki az áramot azonnal. Fegyvert letenni! Vagy muszáj lesz lőnünk! Hogy meggátoljuk a hangjel továbbítását mindenképpen. 3 másodperc múlva lőni fogunk. Kész vagyunk megvédeni az iskolát. Nem hiszem, hogy fertőzöttek. Kinek a parancsára teszitek? Jenklo elüljáróira, uram. Hogy hívnak, fiam? Kemper kadét, 7-es. Jól van, Kemper, hallgass rám. Bármi célból adott parancsot nektek, az hazugság volt. Jenklo nagyon beteg. Adja fel, uram!
Figyelem, Sean Cavanaugh vagyok a haditengerészettől. Én vagyok a rangidős. Más a parancs, tegyétek le a fegyvert. Gondolkodjatok! Hogy viselkedett tegnap Jean-Claude? Az iskola nem robotokat képez, hanem férfiakat! Katonákat! Most még egyszer elmondom! Tegyétek le a fegyvert! Ez parancs! Jól van, fiam. Tegyétek le a fegyvert. Onnan fog jönni. Mire készül az alany? Szétszór egy veszélyes fájt a neten. Vannak őrök körülöttünk. Igen, minden oldalon. Még bármi lehet. Szép volt, Cavanaugh. Mindjárt ott leszünk. Csak a lábam! Menjen innen! Állj! Brian! Ne tegy ezt! Lássa be! Ez nem maga! Nem. Ez nem én vagyok. Jobb vagyok. És mindenki jobb lesz. Tegye le a fegyvert! Nem állíthat meg. Fogják el! Szövetségi drogvizsgálat volt az intézményben, Mr. Jean-Claude. Egy szökevényt kerestünk, és tűzharc tört ki. A maga fia Brian hősies halált halt, amikor megvédte egy másik kadét életét. Szörnyű veszteség ez nekünk is. Az elfecsérelt ifjúság. Miután háromszor megvizsgáltam Josh Fostert és a hangjeleknek kitett barátait, serdületlen patkányokat teszteltem. Rajtuk sem hagyott nyomot a hang. A genetikai kód nem kíséri végig életünket? De igen, csak a védettség változik. Nevezetesen a csecsemőmirigy. Kiskorunkban ez limfocitát és antitesteket termel. De a pubertás után leáll. A nyirokszövet zsírrá alakul. Talán ez a szövet teszi immunissá a gyerekeket a hangjára. Tehát, ha már reprodukáljuk önmagunkat, az idegenek bennünk szaporodnak. Szívesen átadom a munkámat egy abakuszos kis cserkésznek. Jó mulatás, de ez a felfedezés egy vakcinához vezethet. Igen, dolgozza ki, doktor. A serdületlen emberekre és az állatokra nincs hatással. Lukász jelentős kérdést vetett fel. Most már tudjuk, mi a célja az idegenek hangjelzésének. Továbbtenyésztés, minden létező módon. Hogy van? Az elektromos kábítófegyver minden embert megölt volna, de magát csak kiütötte. Teljesen kivizsgáltuk. Tudom, hogy érti, amit mondok. Beszélget velem? Akkor maga itt marad. Amíg ellenáll, veszélyt jelent az Egyesült Államokra.
és az emberi nemre.